Reggeli monitor. Bulgária és Románia április 1-től részlegesen csatlakozott a schengeni övezethez, az azt jelenti, hogy aki repülővel vagy hajón érkezik az országba, annak már, és az unió tagja, annak már nem kell útlevél ellenőrzésen részt vennie. Mennyit tud lendíteni, ha egyáltalán tud lendíteni a turistaforgalmon? Van ennek egyáltalán mérhető hatása? Van mérhető hatása, sőt, kutatások mérték is, hogy adott esetben a turizmus bizonyos helyeken miként és hogyan rendül fel változik, és a közlekedés mit mutat, de azért azt tudni kell, hogy igazán komoly hatása a szárazföldi viszonylatban lesz majd, hiszen ha belegondolunk, akkor most azzal, hogy még nem a schengeni övezethez tartozik szárazföldön, legalábbis Románia és Bulgária, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor például Romániából Magyarország felé jövünk, akkor mindenki belefutott már szerintem, aki sokat jár oda, egy félórás, egyórás, néha másfélórás várakozásba is. Tehát ezek a várakozások vélhetően lecsökkennek majd, emiatt a kis határforgalom is jelentősen növekszik, és adott esetben egy moziba, vagy bevásárolni, vagy a fodrászhoz, vagy bárhová, máshová szívesen átmennek majd azok, akik beülnek az autóba, és van idejük például akár egy hétvégén, vagy akár egy szabadidős programként mondjuk hétközben is. A légi közlekedésben is könnyebbséget jelent az, hogy túrópróbaszerű, vagy legalábbis túrópróbaszerűnek kellene lennie a különböző ellenőrzéseknek, hogyha már ott ezek az elvek érvényesülnek. Hozzáteszem, egyébként több panasz is érkezett, hogy ugyanúgy megnézzük az úti okmányait azoknak, akik például légiúton Romániában indulnak. Tehát most már néhány nap telt el, vélhetően majd az elkövetkező időszakban kiderül, hogy ezt tényleg a gyakorlatban is át tudják ültetni majd mondjuk Párizs és Amsterdam hatósága is, hogyha valaki felszáll egy olyan repülőgépre, amelyik mondjuk Bukarestbe tart. De az biztos, hogy önmagában a hír már azt jelenti, hogy aki esetleg gondolkodott az utazáson, annak egy lökést adhat, hogy igen, akkor elmegyek és megnézem majd mondjuk a Duna Delta csodáit, mert hát azért sok minden van, ami érdekes turisztikai szempontból arrafelé. De nagyon komoly hatást azt gondolom a szárazföldi közlekedésben tapasztalhatunk majd, hogyha a schengeni csatlakozás oda is kiterjed, hiszen akkor a várakozások megszűnésével nem csak ugye munkában járás lesz egyszerűbb, nem csak a különböző pillanatnyi 2-3 napon belüli utazásoknak a sokasága lesz majd érzékelhető, hanem az is, hogy ha valaki úti célként mondjuk egy erdélyi települést választ, akkor megspórolhatja a várakozás idejét visszafelé, és ez mindenképpen a turisztikai vonzerőt jelent. Nyilván nem akkora vonzerőt, mint egy élményigéret, vagy akár az árkérdése, de számít igenis. Itt van a nyár a küszöbön. A magyarok állítólag most már nem is annyira Horvátországot, hanem Görögországot szemelik ki maguknak a nyári szabadság idejére, de vajon a Bulgária és a román tengerpart mennyire versenyképes, mennyire tudtak ők felzárkózni minőségben, élményekben, ahhoz a szinthez, amit mondjuk egy magyar turista elvárna? Viszonylag pontosan ismerjük egyébként az adatokat manapság már a turizmusban. Magyarország egyébként ebben élen járó, hiszen a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ egyrészt pontosan tudja azt, hogy mikor, ki, hol száll meg, de anonimizált adatok formájában kapják meg ezeket, és marketing célokra aztán fel tudják használni. Tehát, hogy hány éves, honnan érkezett az illető, és hol szállt meg, milyen nemzetiségű, azt nagyjából tudni lehet, illetve tudni lehet azt is a cellai információk alapján, hogy ki hogyan lépte át a határt és érkezett Magyarországra. Visszafelé is azért vannak mérések, tehát azt is látjuk, hogy például Horvátországba hányan utaznak, Görögországba hányan utaznak, hiszen itt azért relatív egzakt számokat lehet látni, mindenhol be kell jelentkezni a szállodában, akármelyik országban vagyunk, és ugye életszerűtlen, hogy Görögországba elmegy valaki, aztán visszafordul Magyarországra még aznap. Tehát nagyjából pontosan tudjuk, hogy mik a számok. Ez alapján továbbra is Horvátország lesz azért a legnépszerűbb úticél vélhetően majd a mostani nyári időszakban. Tavaly egyébként az odalátogató utasok számával csúcsot döntöttünk, hiszen 700 000 magyar látogatott el oda, korábban a koronavírus járványt megelőzően is 660 000 magyar vendég volt egész évben Horvátországban. A koronavírus járvány idén pedig 400 000. Tehát továbbra is Horvátország marad a legnépszerűbb úti cél a magyarok körében, a külföldi úti célok közül, de látjuk azt, hogy Görögország valóban ismét belehúzott, hiszen a kezdetekor még a 90-es években Makarigiálosz, Olimpik Beach, a buszos utazások azok Görögországba nagyon jelentős számban indultak, és a nagy charterjáratláncok is ugye Krétára, Korfura mentek először. Ma már eljutunk Zakynthosra, vagy éppen Mykonoszra is könnyedén, vagy külön járatú repülőgéppel, vagy menetrend szerinti fapados járattal. Tehát ilyen értelemben tény és való, hogy rendkívüli módon kedvelt továbbra is Görögország a magyar vendégek körében, és volt egy kis idézőres visszaesés, aztán most megint reneszánszát éli a görögországi turizmus, tehát valóban nagyon erős a görögországi magyar forgalom. És látjuk azt is, hogy Bulgária is egyfajta reneszánszát éli. Vannak, akik nosztalgiából mennek el, mert emlékeznek még, hogy milyen volt, amikor a lángosért sorba álltak a napos parton, és vannak olyan fiatalok, akik pedig bulizni akarnak menni, hiszen Nesebár környékén, Burgasz környékén tényleg komoly buli központok alakultak ki, és nyilván ennek terjed azért a közösségi médiában a híre. Úgyhogy ide is sokan elmennek. De egyébként azt se felejtsük el, hogy Erdélyben is nyáron azért rengetegen megfordulnak, hiszen megnézik a látványosságokat, Székelyudvarhely környékén nagyon sok magyar vendéget regisztrálnak, sorolhatnám tovább, van táncház találkozó például Kalotaszegen, Kalotaszentkirályon, úgyhogy ott is vannak vendégek, de Horvátország, Görögország, mondhatjuk azt, hogy a legnépszerűbb úti célok, külföldi úti célok a magyar vendégek körében most 2024-ben is, szerintem ezt már most kijelenthetjük. Szerettek mondjuk felfedezni olyan területeket, ahol még nincsenek sokan. A Covid előtt én Albániát látogattam előszeretettel, de most már az ottani beruházások is utolérték a fejlettebb idegenforgalmi területeket. Te hogy látod, hogy hol vannak még izgalmas felfedezésre váró helyek Európában? Európában, ugye így fogalmaztál, nehéz kérdés emiatt, mert ha azt mondanád, hogy a világban, akkor azt mondom, hogy Afrika az utolsó olyan hely, ahol még a klasszikus értelemben lehet utazni, ahol még találunk olyan helyet, ahová a globalizált termékek csak módjával jutnak el, ahol még úgy érezzük, hogy minden napunk kaland, és felment az adrenalin szintünk. Európán belül lényegében az igazán populáris helyeket nagyon hamar felfedezik, hiszen könnyű eljutni egy másik területről. Itt is vannak azért olyanok, amelyek még a magyar turisták körében kevésbé népszerűek, de jók. Szardínia szigete például, Szicília egyes részei, és Spanyolországban is találunk olyan vidéket, amelyek tényleg nagyon-nagyon szépek. De hát vannak az utóbbi időben népszerűvé váló területek, például a Cinque Terre, az Ötföld vidéke Olaszországban, vagy akár Bariba most rengeteg magyar turista megy, és aztán innen érdemes felfedezni az olasz Maldívnak nevezett kis strandot, vagy éppen Galipolit, vagy Otrantót. Galipoli nem azonos a törökországi Galipolival, csak névrokon. Ahol ugye csaták voltak annak idején, igen, a háború idején. Most ti hova tervezitek a családdal az utazást? Én jó előre megtervezem általában a nyaralásokat, a családi nyaralásokat, és azt gondolom, hogy viszonylag precízen és jól meghatározom azt, hogy hol megyünk nyaralni, és a gyerek, ugye 3 gyerek, a feleségem egy picit determinálja, mert hogy én elmegyek ugyan meghívásokra Ecuadorba, Katarba és a világ különböző helyeire, hogyha éppen a feleségem elenged egy évben, de a családi nyaralások azok mindig olyanok, hogy lehetőleg autóval lehessen menni, és mind az 5-en kényelmesen pár óra alatt odaérjünk. Így az egyik nyaralás az a Balaton lesz, Balatonfüred. Korábban sokszor Tihanyban pihentünk, de most Füred annyit fejlődött az utóbbi időben, hogy odaesett a választás, és a külföldi nyaralóhelyek közül pedig a Rápszigetére fogunk menni, mert itt van egy nagyon jó családi nyaralóhely, ahol könnyen el lehet érni a homokos strandot, és a picik is pihenhetnek, hiszen 5, 3 és 1 éves ugye ez a gyerekek életkora.